A Judafesten idén Európát látták vendégül. A 10 éves jubileum alkalmából európai országok szerint tematizálták a sátrakat. A Zsidó utca fesztivál péntek óta tart. A Kazinci utcát teljes hosszában ellepték az érdeklődők. A szervezők büszkék, hogy együtt ünnepelhetik az európai zsidó kultúra virágzását, és remélik, hogy nem csak a múltunk volt közös, de a jövőnk is az lesz. Hogy tetszik, hogy tetszik! Jaj, az ATV-seknek is adjuk palacsintákat! Csak úgy hömpölygött a tömeg a Kazinci utcában. Már harmadik napja tart a Judafest, az idei tematika szerint a sátrakat európai országok szerint állították fel. Most már ott tartunk, hogy több mint 27 zsidó szervezet is csatlakozott ehhez az eseményhez, úgyhogy az utca teljes szakaszát beterítjük most már. Különböző országok különféle interaktív programokkal, játékokkal készültek. Megtanultuk a judót, a zaint, a memet és a nunsofitot, és ebből leírjuk azt, hogy jázmin. A sejemfestést kipróbálni pedig sosem késő. Kontúrt kell csinálni, az választja el a különböző színeket majd. Én 70 éves voltam, amikor először csináltam, ez egy jó játék. A cseh sátor előtt jégből faragták ki a legendás agyagembert, a gólemet. Egy másik sátorban pedig a rabbitól lehetett kérdezni a zsidó hagyományokról. Egy progresszív rabbi bátorítja a hozzáfordulókat arra, hogy ne szégyenkezzen, nyugodtan dolgozzon egész nap, sokkal fontosabb az, hogy amikor már letette a munkát, akkor meg tudja tartani spirituálisan, szépen, tartalmasan az ünnepeket, a sábátot. A fesztiválon bárki megkóstolhatta a klasszikus zsidó ételeket, például a sóletet. Bab, gersli, hát nem tudom, én még nem készítettem magam, tehát én mindig csak eszem. De nagyon finom. Idén rendeztek jótékonysági sütögetést is. Az ATV csapatából Holló Márta palacsintával kínálta a látogatókat. Erről szól ez a nap, hogy hogyan tudunk egymásnak örömet okozni, hogyan tudunk mosolyt csalni egymás arcára, és nagyon jó érzés, hogy ebben részt vehetek én is. A Judafest mára már az Európai Fesztivál Szövetség kiemelt eseménye lett.